Sziasztok! Csinálunk egy jó kávét, jó gyerekek? Nagyon hamar meg lesz. Ugyanis én már erről melegítettem a gépet. És itt tároljuk. Ugye? Be van tározva. És már amúgy sem kell sokat várni rá, hamar lefőzi. De megnyomtam a gombot, és akkor így felforralt a videó, úgyhogy most már jön a jó kávé illat. Egy kis tejet szoktam bele. És kész. Gesundheit! Egészségünkre. Várja, így fordítom. Munkaruhában vagyok, megint gyerekek, hop. Nyitva hagytam. Hűtőt. Na hát szóval, kacsa ügy, gyerekek. Ez a kacsa nem akar megenni semmit. Úgyhogy, hát teljesen ki vagyunk idegileg, úgymond. De egy dolog van, amit csak eszik, ez. Úgyhogy most voltam a Gordonba, Gordon Choice, GFS, úgy mondjuk, hogy a Gordon Food Supplies, és ott vettem fagyasztottat. Mondom, megnéztük minden ilyen irományt, hogy mit lehet neki adni, hát itt van. Ez 2 kiló, 1,81, ez 6 dollár volt. Úgyhogy ezt fogja kapni. Kiszorjuk, ez az egy, amit meg a zöldborsót, a rizst, mindent ott hagyott idáig. Nem tudjuk, mit evett eddig, mit nem. Válogat, hát ez az egy, amit megeszik. Ezt fogja kapni akkor. Még rá nem jövünk, hogy ez valószínűleg ilyen granulátumon élt. Aztán mindjárt hoztam, ilyen, úgy mondják, hogy kanadai szalonna. Ilyen sonka, végül. És akkor ez pedig fúri, teljesen megfőzött Franks, tehát pork, tehát disznó, pulyka és marhahús keverékéből van. Egyet már én lecsekkoltam itt, jó méretesek, nagyon finom. Na ez volt, ezt a három dolgot hozzá, 24 dollár 99 cent. Tehát 1 centet kaptam vissza 25-ösből. Hát, mit mondjak. Felmentek az árak, ennyi. Nem ennyinek kellene lenni. Ez a 6-7 dollár volt valamikor, ez olyan 8, 8 meg 15, ez meg a 4, tehát egy 10, 15-ből meg tudtuk volna venni azelőtt. Most 10-zel több. Na, mindegy, nem sírunk. Enni kell. Aztán, hát itt van egy borda. Ezt le volt fagyasztva, kiolvasztottam. Ez viszont aránylag olcsónak számít. 12,81 gyerekek, és azelőtt volt olyan, hogy 3 darab. Ezt akik itt élnek, tudják, hogy igaz. 3 ilyen borda volt egy csomagba, és az volt egy 20-as. 20 dollár. Egy ilyen tábla oldalasan a 8-10 dollár volt, egy ilyen nagy. Úgyhogy egy olyan különbség. Ennyi. Na, majd mutatom, hogy mit csinálok, jó? Nos, hát akkor talán kezdjük is, jó? Először is ugye kiszedjük. Ebből a csomagolásból. Oké. Szagbinta. Rendben van. Lemossuk. Yeah.
Előtte természetesen ezt én kisikáltam, mosogató. Hát, lecsurgatom. Oké. Nézzük. És ezt a részt itt levesszük. Oké. Ennyi. Jó, az a kis zsiradék itt marad. Megpróbáljuk leverni ezt a úgynevezett silver skint. Oké, eddig sikerült. Még ezt itt leoperálom, ha bírom. Innen. Kell egy kis szalvetta. Pergament. Magyaros fűszerkeverék. Ebben só, minden benne van, ami kell. Kicsit bedörzsöljük. Ugyanaz. Gyerekek, ez annyira egyszerű dolog. Thank you.
használod ugye a kedvenc fűszerkeverékedet, megtoldva egy kis bors, fekete bors. Oké. Alright. Ez itt törölt fokhagyma. Mustár. És bele dörzsöljük. Nem kell félni a mustártól, mivel hogy nem lesz mustár íze a húsnak, úgyhogy viszont nagyon jót tesz neki sütéskor. Jó, most már ugye, mindegy, előbb a mustár, vagy na. Éppen, hogy van itthon másik, csak ez így elég is, ja, fokhagymát majdnem elfelejtettem. Így a mustárral együtt beledolgozod. Gyerekek, ez kész is van. Előkészítve a sütéshez. Nagyon gyorsak voltunk. Próbáltok ki. Kedvenc fűszerkeverékedet használod. Ugye? Ebben volt só, azért nem sóztam semmit. Oké? Okay? Kész most. És kész is vagyunk. Hát körülbelül olyan 180-200 fok és egy órát fogom sütni. Így, ahogy itt láttátok, egy dolgot teszünk még hozzá, mégpedig vizet. Még teszek vizet. Egy fél liternyit egyelőre, aztán majd meglátjuk. Jó? Tehát egy órát sütjük, 35-40 percé azért majd ránézek, és ennek egy óra alatt kész kell lenni.
egybe. Jó, ezt ki lehet sütni zsírnak, esetleg töpörtyűnek. Gyerekek, itt semmi nem veszhet kárba. Ugye megcsodáltátok a késemnek az élességét. Olyan, mint a borotva. Ezt ki lehet sütni. A gyerekek, minden fel van használva. Jó. Ki van sütve a zsiradék. Évi meg a Szofi ezeket elcsipegetik mindig. Ez csak így, most kivételesen nem kockázzuk, hanem csak levágom, lemagdossuk, és így lesz használva. Nagyon egyszerűen. És egy egész paprikát is. Fogunk felhasználni. Ugyanígy körülbelül, mint a hagyma, méretre vágjuk. Oké. Nagyon egyszerű dolgunk van. Nem muszáj kivágni az erejét, mert ez nem erős paprika, ugye? Gyerekek, elő is van készítve minden, ami kell, nagyjából. Azt hiszem. Alright. Kezdjük is a sütést, a zsíros felével lefele. Tehát nem sütjük meg, hanem csak ezt a összehúzzuk. Mindjárt, hogy miről beszélek. Ezt a zsiradékot. A zsírosabb rész van mindig alul, kicsit lejjebb veszünk. Itt nincs zsíros rész. Így összezsugorodnak. Itt a hártyát direkt rajta hagytam. Ezen az oldalon. Nagyon jó, hogy ott van ebben az esetben. Még van egy ilyen nagyobb. Nézzük. Befér. Kisebb. Jó, és itt ha egy darabig hagyjuk, semmilyen fűszer nincs, hagyjuk izzadni, jó? Igen. És káposzta. Édes káposzta, maradék. Ez is csak ott elfekvőve, itt most el tudom használni.
Alright, ez így menik a vel. Milyen szépen összehúzódott a zsiradék. Ugye lesz megcsinálni ezzel az oldallal is. Ez az úgynevezett dagadó. Sajnos külön nem lehet venni, rajta hagyják. Nem tudod azt megcsinálni, hogy otthon felszúrod és megtöltöd. Egy kicsit sütön, egy kicsit. Tele van bord ezzel a porcogóval. Jaj, 3-4 perc. Forró víz. Jó lesz lassan. Nem sütjük észre. Két perc. Öregek, nincs oda illat. Semmilyen fűszer, ugye mondtam. Oké. Hopsz, hopsz, hopsz. Igen, nézzük bele. Oké. Right. Ráteszik a káposztát is, az édes káposztát, és kicsit meg előpuhítjuk. Jó? Így együtt. Na nézzük. Nézzük, miből élünk. Wow, wow. Egyszer már kibontottam, igazság az. És olyan volt, mint a beton. Most is mi? Még kell ennek. Nagyon lassúra van téve. Nem sok, de... Nagyon lassúra tettem. Nézd meg. Nem kéne megfordítsuk? Nem mi? Na, ennek most mindegy, mert... Hát ez jó már, mint bizony az. Hát még nem jön le a szorosan. Hát nem jön. Ki jön? Csont. Hát, nehezen. Nagyon. Na, emelt ki, hogy ezt ja, jön? Ja, határeset. Mennyire nehez? Ja, nem jó még. Nem, még nem elég puha. Ja. Oké. Okay. Jó, visszatesz. Vigyázz, mint meg jön ki a leve. Na, visszacsomagoljuk, és akkor még egy, hát mennyit, egy fél órát legalább. Az a helyzet, hogy nagyon lassú hőfokra van téve. Jól puhuljon át. A gyerekek, óriási probléma történt. Lemaradt a fűszerezés, ugyanis elkezdett villogni. Tudjátok, mint egyszer volt az, hogy mindenki villámlik, és leállt az egész. Mondom, ez a 8-as, ez hamarosan elköszönünk ettől a kamerától. Most már megvárom minden. Én szeretek mindent lefuttatni véglegesre. Nos, mi az, amit lemaradt? Hát az, hogy a piros paprika bors, a kömény, majoranna. Ezek maradtak le, hogy a bemutatása. Tehát, de minden itt van rajta. És egy kicsit át van minden dísztelve, úgyhogy a következő az lesz, hogy ide tettem ezt a nagyobbi kerényt, ugyanis ebben nem férek el. Majd bele lesz öblítve. Telosszunk. A húsokat pedig áttesszük ide.
kínlódok, amikor itt van ez. Átkeverjük. Így. Nagyjából elosszik ide. Végül savanyú káposzta. Jó. Pár szem paradicsom. Még lehet, hogy teszek rá egy paradicsom szószt. Még nincs kizárva. Tehát elnézés, hogy a fűszerezés lemaradt. Ez pedig, ugye, hagyom egy kicsit felforni, majd fedő és lassú tűzön addig főzöm, amíg a hús teljesen szét nem esik tulajdonképpen. Úgyhogy csak így alá keverünk, szép nyugodtan. Gyerekek, mit szóltok hozzá? Jó lesz? Jó lesz ez így? Még babérlevelet teszek bele tényleg. Még kell egy kis babér. Aztán majd, ha még kell utánfűszerezni, akkor utánfűszerezek. Jó. Pár ilyen apróbbat. Jó, lefedjük. Ez lehet akár még másfél óra is, meg még lehet, hogy fel is kell önteni. Az lesz a mérce, amikor ez a nagy darab hús, ez lejön erről a csontról. Akkor jó. Ezt az Évi imádja. Ez egyébként saját recept volt. Ha láttátok, maradékokból innen, onnan, amonnan összedobtam. Kis doboz paradicsom. Nem fogja elrontani. Na kérem. Találkozunk majd a kóstolás. Néha megkeverjük, kell után törtünk. És kezd. Hát kérem, újra kivettük. Most már csak jó. Most már jó. Most már jó. Jó van, megpróbáljuk. Az jó. Nem, baddok ki belőle. Szájuk maradjon. Na, megpróbáljuk megfordítani. Teljesen kivesszük. És megfordítsuk valahogy. Jó? Várj, lerakom a kamerát, segítek. Pillanat. Kérem, hosszú szenvedések után megpróbáljuk egybe tartani a dolgot. Hát, jól összement a nagy oldalas, miért? Ja, de hát csináltad a másikat. Ja, persze. Az összes csont ki van szedve. Könnyen kijött fölülről, azt mondja, Évi még rápirít egy kicsit, 5 perc. Pár perc csak. És fogom mutatni. Hát gyerekek, ennyi. Ennél tovább nem szárítjuk, oda néz. Évi mutatvány olyan. Oda néz. Nem akarom elvágni, mert... Adja a tepsit, nehogy kiszúrod. Ja. Oké. Okay. Várj, oda rakom a tányért közel. Még azt a kis dilib darabokat. Na most az igazság, ez holnapra van. Krumpli pürével. Ez jó van, így már ez hozzá van. Az a porcog ott? Aha. Azt is vegyék ki, egyet kíváncsi vagyok rá, mennyire puhult meg. Nem akarom elszírni a tányért. Oké. Okay. Jó. Ja, ennyi. Hadd jöjjek ide? Maradhat a lébe. Na. Ott a csont. Figyelem. Ejj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 
A többi csontot kivettük. Nagyon vigyáz. Ó, ez nagyon meleg. Ha? Ez nagyon meleg. Persze. Ha még süsterge.
szaftja is, ez a krumpli pürére majd ráteszem. Nagyon finom. Nagyon jónak kell lenni. Nagyon jónak. Egy villányit adjál, és akkor zárjuk a videót. Már tovább nem nyomatjuk. Nagyon jó. Pont jókor vettük ki. Már kezdett volna ott megégni. Teljesen megpult. Gyanak, nem megégni, hanem... De nincs kiszáradva se semmi, úgyhogy jó. Nagyon finom. A gyerekek, mi így szeretjük, meg a másik, hát így tudom csak megenni, mert tudjátok miért. Nyelveme. Ez a porcogós. Nyelveme szét tudom nyomni, itt a porcogó is. Ja. Tökéletes. Tökéletes. Jó van. Gyerekek, köszönjük a figyelmet. Nagyon jó sikerült. Mi ebből ma nem eszünk se a másikból, mivel hogy mi már ettünk. A tegnapról még maradt, csináltam grízzoket és levest. Láttátok? Az fogyott te. Hát, örülök, hogy ezt megmutathattam. Igaz, hogy új dolgot nem mutattam. Ez saját, még csak neve sincs. Majd valami lesz, húsos káposzta is kész. Meg a borda. És a kokó. Ja, a kacsa ette a... Ja, ezt még akkor Évi elmondja gyorsan. Mondja. A kacsáról mondja egy pár szót, hogy úgy ette, mint kacsa a nokedlit, a kukoricát. Úgyhogy jót vettünk. Adtunk neki egy csomó kukoricát. És gyerekek, 25 dekát megevett egy evésre. Mint bevágtuk. És beletettük egy edénybe, és abból nem szemenként, hanem, de nagyon éhes volt szegény. Na hát ennyi, most már tényleg elköszönöm. Úgyhogy a kacsa marad életbe. Nem hal éhen. Nem fog éhen halni. Végre. De hogy addig evett, addig hagytuk enni, amíg abban nem hagyja, és ki remértük, hogy mennyit evett meg. 25 dekát benyomott egy evésre. Úgyhogy majd még hozunk. Bye bye!